miért akkor tudunk szeretni, hogyha valamit ünnepelünk? Ez már eleve ugye belevisz egy olyan kérdésbe minket, hogy most akkor megnyugodva, rákészülve, harmóniába várjuk ezt az egész ünnepet, vagy elmegyünk az ellentétes irányba, a stresszpótba. Köszöntöm a kedves nézőket! A karácsony rendkívül emelkedett időszak. Meghitt pillanatok a családdal, ajándékozás, karácsonyi dalok, legalábbis ilyennek kéne lennie a nagykönyv szerint. Ebben az időszakban mégis a legtöbb ember erején felül teljesít, költ, és káros módon túlpörgeti magát karácsonykor, amiből súlyos stressz és nagy veszekedések születhetnek. Erről a témáról beszélgetünk Bot Anikóval, mentálhigiénész szakemberrel. Szia, köszöntelek a stúdióban. Szia, én is köszöntelek, és a nézőket is, és köszönöm a meghívást. Szerintem rendkívül aktuális kérdés, nyilván azért, mert advent harmadik vasárnapja is van, és létjogosultsága is van, azért, mert nem tudom, hallottál-e róla, de megjelent a szakirodalomban egy olyan kifejezés, hogy posztkarácsony stressz. Uh-huh. Úgyhogy ez is mutatja, hogy ez valóban egy nagyon égető kérdés. Még hogyha nem is tudnánk, hogy miről szól ez a kifejezés, szerinted mit rejt ez magában? Ez már ez a post-covid, tehát hogy ez egy ilyen folyamat, amiből ugye elindult. Igen, mert valahol az emberek elkezdték érezni, hogy elveszett az a fajta ünnepi hangulat, ez az ünnepi ráérzés erre az egész időszakra, akár az advent előkészületekre, és megmaradt belőle az, ami a stresszel, ezzel a elvárásokkal teli időszakkal kapcsolatos, és nehéz elvonatkoztatni attól, hogy itt most valójában szeretetre készülünk. A szeretetre készülünk rá, mint napokra. És ugye nekem mint mentálhigiénés abszolút eszembe jut, és elgondolkodtató az a dolog, hogy készülünk erre a szeretetre, erre redukált 3 napra, de akkor mi van a többi 352 napon? Miért akkor tudunk szeretni, hogyha valamit ünnepelünk? Ez már eleve ugye belevisz egy olyan kérdésbe minket, hogy most akkor megnyugodva, rákészülve, harmóniába várjuk ezt az egész ünnepet, vagy elmegyünk az ellentétes irányba, a stresszpótba. És miért lehet az, hogy lekopott ez az ünnepiesség az adventről is, meg a karácsonyról is, és annyira lecsupaszodott, hogy maradt tulajdonképpen csak a stresszforrás? Ebben nagyon nagy szerepet játszik az, hogy amit ugye átvettünk anno a szülőktől, azt a harmonikus környezetet, amiben nevelkedtünk, vagy azokat a tradíciókat, ugyanúgy beültessük napjainkba, viszont itt most eszembe jut egy történet, Bartalos Tóth Ivetának az egyik novellája, a Húsleves. Uh-huh. Most konkrétan ez jött be, hogy ott is ugye a háziasszony megpróbál elkészíteni titkos recept alapján azt a nagyon finom húsleves, ami által visszamosolyog a nagymama, idillikus környezetet terem, de valahol itt van a snit, tehát hogy abban az időben, amikor a nagymama még készítette, vagy a felmenőink, hogy készültek erre az ünnepre, akkor nem volt ez a hektikus környezet. Uh-huh. Nem volt olyasmi, hogy az anyák például dolgoztak, és az utolsó napig húzták. Tehát, nem csak az anyák, meg, hanem a nagymamák is. A nagymamák is, ugyanúgy. A mi generációnk még megélte azt, hogy a nagymamáink már nyugdíjasok voltak, amikor mi nekünk szükségünk volt arra, hogy ott legyenek. És akkor még ugye a elvárásos környezetbe beletartozik ez a hajszolt élet, a stressz. Tehát az nem úgy működik, én holnaptól adventre készülök, és akkor mindent félreteszek. Tehát ez is egy ilyen feszültségforrás, hogy nem tudjuk, hogy nincsenek meg azok a körülmények, amiben mi át szeretnénk ültetni azt, amit mi és éltünk nagyon ragaszkodunk meg a, hozzá. Igen, tehát, amit hogy, mi éltünk meg a gyerekkorunkban. Igen, és hogy például van ez a kolibri, ez a madár, a boldogság, vagy a szeretett madara, de minél jobban ragaszkodunk hozzá, vagy szeretnénk ezt behozni, megfogni,
annál távolabb repül tőlünk. És nem a jelenbe, hanem vagy visszarepül a múltba, ahol még jó volt, vagy eltávolik tőlünk, pedig sokat egyszerűbb lenne, hogyha az itt és mostban megpróbálnánk ezt az egészet átélni. De hogy nagyon nehéz. Ez egyébként döntés kérdése? Vagy mennyire hagyjuk magunkat befolyásolni, mert hogy a média abszolút befolyásol, abszolút olyan szinten nyomást gyakorol az emberekre, hogy mint kéne megélni a karácsonyt. Ukázokat ad nekünk, hogyha nem tudom, ezt az ajándékot veszed meg a párodnak, gyerekednek, akkor vagy igazán jó anya, feleség, nem tudom, hogyha nem biztosítasz be savlekötőt karácsonykor, akkor tuti biztos, hogy nagy problémáid lesznek, és mi ezt beengedjük, mennyire engedjük be. Ez döntés kérdése? Ellen lehet állni, de ahhoz nagyon nagy tudatosság kell. A túlzott tudatosság megint belevisz minket abba, hogy akkor összeomlik. Tehát, ha valamit nagyon görcsösen akarunk, akkor az azért nem szokott sikerülni. Elevegyük a szociális hálót, ugye a formára pontosan megtervezett elvárásos karácsonyi háttér, dekoráció, stb. Igen. Hogy kell kinézni a családnak, hogy kell mosolyogni a családnak, és hogyha valakinek nincs megfelelően értékelése, vagy ugye ez hiányzik, akkor elviszi az a vonal, és ott már jön az, hogy ő akkor hol van ebben az egész történetben. De nem muszáj a médiát venni alapul, tehát akár ugye a családon belül is. Tudatos ablakot is meg kell mosni, vagy el kell készíteni a belgi mennyiséget. Be kell csomagolni, még nem tudom mennyi ajándékot. Tehát, hogy ott is megy ez a hajsza. Bele vagyunk kényszerítve abba, hogy minden nap valamit tegyünk. És így nem lehet megélni ezt a pillanatot. Nekem ez nagyon hiányzik, és nagyon szembetűnő. Vagy szeptember végén bemegyek egy üzletbe, és akkor már nyomják ezt a karácsonyi előkészületet, és akkor, hogy most én el vagyok késve, vagy most hol vagyok én ebbe? Tehát, hogy még az előzőt próbálom létrehozni, megélni, de már a következőt súlykolják. Én nagyon sokszor beleestem egyébként abba a csapdába, hogy tulajdonképpen amikor én lélekben hangolódnék már a karácsonyra, nem tudok karácsonyi dekorációt venni, mert addigra már nincs. Igen. Addigra elfogytak, vagy csak nagyon szegényes a kínálat, és szintén ez is egy ilyen feszültséget okoz bennem, igen, hogy elkéstem, és megint csak nem teljesítettem jól. Hogy kezeljük ezeket a helyzeteket? Itt megint csak kihangsúlyoznám azt, hogy az ugye az önértékelés, ez nagyon fontos dolog. Ezen mondjuk dolgozni is kell, de az is nagyon nagy opció lehet, hogyha látom, hogy a családom belül mi az, ami nem működött. És akkor én megpróbálok, amennyire tudok, mert hát ugye itt van ez a mostani transzgenerációs történetek, amit nagyon felkaptak, és aminek nagyon sok valós alapja is van, de hogy valami ellen nem tudok küzdeni. Valamit, ha akarom, ha nem, egyszerűen én is behozom a saját családomba. De amennyire lehet leépíteni, mert nem történik semmi se, hogyha én nem érkezem a dolgokkal arra az adott időpontra. Tehát semmi nem. Az csak szerintem annak számít, aki ezeket az elvárásokat támasztja. És nem csak a társadalom, nem csak a család, hanem mi magunk támasztunk akkor elvárásokat, hogy egyszerűen belefulladunk, és nem győzzük. Igen, volt is egy ilyen kérdésem följegyezve, hogy tulajdonképpen ki támasztja ezeket az elvárásokat, mi önmagunkkal szemben, vagy a család, vagy esetleg mások, de akkor leginkább mi vagyunk azok, akik... Jobbára mi. Igen. A másik kettőt le lehet építeni, ezen pedig nagyon sokat kell dolgozni. Hogyha önmagunk szembeni elvárásokat megdolgozzuk, akkor a másik kettő az már nem opció. És hogyan dolgozzuk le ezeket az elvárásokat önmagunkkal szemben? Mert ez megint csak nem egy olyan érzést szül aztán, hogy lejjebb adtam? Nem vagyok elég? Hát igen, itt már jön ez, hogy most mi számít lejjebb adásnak. Igen. Tehát, hogy én nálam hol a mérce? Vagy ugye, mert tavaly háromféle süteményt sütöttem, és idén, ha csak egy fér bele, akkor az már nem is annyira ünnepi. Igen, nehéz különben leadni belőle, pontosan azért, mert a környezet nem ezt sugallja, tehát, hogy ugye már csak a családtagok, hogy te ezt megengedheted magadnak, igen, hogy jössz te ehhez, de ugye, hogy ezt kell ezzel a nem foglalkozom fele, mert nálam más az értékrend, máshova teszem ennek az ünnepnek az értékrendjét, és próbálom így a családot is nevelni, vagy ebbe az irányba legalábbis elvinni.
Igen, meg talán kulcsfontosságú a befelé fordulás. Ugye nagyon sokszor hangsúlyozzuk az adventi időszakban a befelé fordulást, és ezt most kivetíthetjük talán a szociális médiára is, hogy ne kifele éljük meg akár az ünnepeket is. Nem kell feltétlenül kiposztolnunk a karácsonyfánkat, az ajándékainkat, az ünnepi asztalt, még ha elvárás is, hanem hogyha azt megtartjuk magunknak, akkor lesz talán igazi értéke a karácsonynak, hogyha azt mi éljük meg otthon, 4-en, 5-en, 6-an, attól függ hány tagú a család. És itt az is eszembe jut, mint mentál higiénés szempontból, hogy nagyon sokan nem adatik meg, hogy a szerettei körében töltse ugye a karácsonyt. Egyrészt azért, vagy már nincsenek ott, vagy pedig nem tudta még kialakítani megfelelő családi légkört. És ugye ő azzal szembesül, hogy magányosan tölti a karácsonyt. Pedig kap lehetőséget arra, hogy önmagával legyen egy picit. Akár ez az időszak, amikor tényleg eltölthet egy pici időt saját magával, és tudja a dolgokat rendbe rakni. Mert egyik legalapvetőbb dolog mentálhigiénés szempontból, hogy minél több időt saját magunkkal tölteni. Nem félnek az emberek önmagukkal időt tölteni? De. Nem ismerik önmagukat. Igen. Tehát valaki leél úgy az életet, hogy nem is tudja, hogy ő milyen valójában. És akkor azt mondod, hogy a karácsony ez egy remek időszak arra, hogy a befelé fordulást... Akár családon belül is megtalálni azt az időszakot, amikor én igenis félre tudok vonulni, de ez lehet az előkészületek idején, szükségem van egy kicsit arra, hogy ráhangolódjak, de magammal töltsek kevés időt. Akár családdal közösen is, hogyha tényleg az a család olyan egy egész közeget képez, vagy hasonló összetétel és hasonló értékrendet követ, akkor ez nagyon egyszerű történet. És aki egyedül van, tehát hogy ez szemléletváltással próbálja úgy értelmezni, hogy ez neki végül is adomány, hogy több időt tölthet magával. Milyen kérdéseket tegyünk föl önmagunknak, hogy jobban megismerjük magunkat? Hol tartok most? Mi az, amit szeretnék megváltoztatni, mivel nem tudok azonosulni jelenemben, és mit tudok például ennek érdekében tenni. Hogyan tudnál mondjuk arra buzdítani az embereket, hogy a karácsonyi stresszt egy kicsikét mérsékeljék, hogyha lennének valami konkrét példáid, vagy tippjeid? Felállítani egy fontossági sorrendet, mert mindent győzni nem tudunk, tehát az képtelenség. A transzgenerációs dolgokból kivenni azt, amit oké, én is szeretnék továbbadni a gyerekeimnek, és szeretném megtartani, mert azért tradíciókra vagyunk be azért szükség van, de nem minden áron mindenhez ragaszkodni. Ez már egy fél stressz, tehát hogy ez már mentesíti. Igen. Az embert alóla. Ha támasztok is magamnak ugye elvárásokat, akkor magam kontrolláljam azt, hogy én most oké, ezt értem el benne, erre vagyok még képes, de ha nem jön össze, akkor se dől össze a világ. Ez a fontossági sorra nyilván nagyon szubjektív, de hogy úgy nagyjából hogyan kéne, hogy kinézzen így a karácsonyra szorítkozom? Mi legyen a legfontosabb, amit én meg szeretnék élni karácsonykor, és aztán mi legyen a sorban a következő? Hát, mert ugye szinte klisé ez a együtt töltött idő, hogy de hogy egyébként idő. Meg az, mert abszolút felértékelődött. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, de hogy én azt látom, hogy mivel ma már mindenki meg tudja venni magának egész évben azt, amire szüksége van, nagyon nehéz az ajándékozás. Éppen ezért talán most él az a jelenség, hogy inkább élményeket adományozunk egymásnak, vagy az együtt töltött időt próbáljuk meg megélni, hogy talán átbillen a mérleg, nem tudom te, hogy vagy ezzel. Nyilván kell még idő, mert azért erősen ott van a szociális média, ami ugye nyomja. És a fogyasztói társadalom, és a fogyasztói társadalom. Hogy ez egy kicsit... De hogy talán már az emberek kezdik érezni. Igen, kezdik úgy érzékelni és kapizsgálni, hogy maradandóbbak is ezek az közösen áttélt élmények, mint a tárgyi. Igen, ez is korosztályfüggő szerintem. De ugyanúgy a gyerekeknél is a tárgyi mellé nagyon jól jön, hogyha van egy egyfajta ilyen közös élmény megélése, vagy ajándékként átadva. A felnőtteknél, vagy idősebb korosztálynál meg aztán tényleg. Tehát akkor a sor elején mindenképpen az együtt töltött idő, az a minőségi idő legyen. Igen. Mennyire fontosak az ajándékok szerinted? Én nagyon szeretek adni. Tehát, hogy ezt ebből indulok ki, tehát, hogy nem is tudom, hogy elképzelni a karácsonyt, hogy ne ajándékozzak, igen. De
a tárgyi ajándékok, hát nálam is természetesen opciók, mert ez megint személyfüggő, hogy kinek tárgyi ajándékot nyújtunk. De... Mert nyilván, ha tudod, hogy valaki vágyik valamire, akkor persze. És neked meg van lehetőséged ezt bebiztosítani, akkor nyilván igen. Ezt megteszed. Viszont az utóbbi időben azt vettem észre, hogy akár a gyerekeimnél is, akár egy levél. Tehát én nagyon szeretem azt, amikor a megélt érzéseimet velük kapcsolatban, akár egy évre visszatekintve, így levélbe foglalom és átadom. Pár éve még nem volt értéke, de egyre nagyobb az értékelése ennek a gesztusnak. És ami a legjobb, hogy én is most már kapom vissza. Jaj, igen, tényleg ez a legjobb. Ez az a jó, amikor úgy sugallja valaki egy bizonyos ajándékkal, hogy mert valójában azt ajándékozunk, amire mi is egy kicsit vágyunk. Igen. És mikor így visszakapjuk a környezettől, az nagyon jól tud esni. Hogyan formálhatjuk egyébként a gyerekek értékrendjét a karácsony által szerinted? Hát nekem van egy nagyon nagy ember, mentorom, akinek van egy példaértékű mondata, úgy hangzik, hogy a nevelés az a mód, ahogy élünk. Tehát ő által is szembesültem azzal, hogy ennek milyen nagy értéke van tényleg ennek a mondatnak, mert hiába, és a szavak, tehát ugye a szavakban, mondatokban ötnek, vagy szavakban öntött dolgok se olyan hatásértékiek, mint tényleg az a mód, amit beviszünk egy családba. Mindenki valahol erre törekszik, kisebb-nagyobb sikerekkel, mert hát ugye azért családon belül a nevelés, vagy a családnak az összetartása azért az egy hatalmas feladat. De én úgy gondolom, hogy beleférnek a kisebb-nagyobb hibák is. Úgy gondolom, hogy beleférnek olyan dolgok is, hogy akár például itt az ajándékozás is, vagy nem minden évben tudjuk belőni azt a megfelelő értékrendet, de hogyha ezt tudjuk korrigálni évekkel később, vagy rögtön utána, akkor azzal már csak nyerünk. És hosszú távon a gyerekeknél is ezt fogjuk látni, hogy valamit csak átvettek tőlünk. Itt már többször volt szó a közösségi médiáról, de konkrétan hogyan befolyásolja a karácsony megélését a közösségi médiát? Nagyon erőszakosan. Nagyon terjeszkedve és nagyon erőszakos ráhatással próbálja rávinni az embereket. De nekem ez mögött soha nem az látszódik, hogy valaki ugye látja ezeket a prezentálásokat, vagy képek alapján, vagy akár videó alapján, és azt mondja, milyen szép, én is ilyet szeretnék, tehát én is ezt szeretném kivitelezni. Én sose ezt látom, tehát mindig az van mögötte, hogy hol van az a kép, és hol van az ember, aki figyeli. Igen. És ott nagy a szakadék, és nagyon sok ember ehhez méri magát. Ez a mérce. És itt vannak a visszazuhanások, tehát hogyha nincs megfelelő ezt már többször hangsúlyoztam, önértékelésed, akkor nagyon-nagyon tud zuhanni vissza, tehát hogy ő, mint ember, akkor nincs sehol. Nem tud nyújtani, és ilyenkor toxikussá is válhat ez az egész, tehát hogy boldogtalanná válik, akár pont maga egy adventi, igen, pont igen, az ellenkezője. Pont az ellenkezője. Igen. Tehát akkor tulajdonképpen az lenne a fontos, hogy arra fókuszáljunk, hogy magunkhoz képest hogyan tudtuk a mi éppen aktuális lelki állapotunkhoz képest, mi az a maximum, amit ki tudtunk hozni a karácsonyból, meg mondjuk a körülményekhez képest, mi az, amit igen. tudtunk teljesíteni, igen, amit az asztalra tudtunk tenni, akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Igen, mindig az itt és mostban. Tehát az, hogy nincs egyforma év, nincs egyforma éra, amiben mi ugyanúgy tudunk jelen lenni az itt és mostban, és nagyon számít az, hogy milyen éppen az aktuális körülmény körülöttünk. Tehát, hogy ezt a karácsonyi légkört, ezt a családon belüli életérzést, akár az advent köré építve a lehető legjobban megélni. Ezen van a hangsúly szerintem, ezen a megélésen, nem siettetni, és az ott adott pillanatban, tehát minden egyes részét kielvezni. Igen, említed ezt a megélést, szerintem az embereknek nagy problémáik vannak ezzel, hogy elcsípjék azt az adott pillanatot, belehelyezkedjenek és megéljék azokat a fontos momentumokat az életükben. Minden fölött úgy elsiklunk, kipipáljuk, mondjuk igen. ezt a karácsonyt is, jöhet az új év, készülhetünk a szilveszterre,
És aztán kezdődhet az egész mókuskerék előről. Igen. Egy utolsó gondolatként mit tudnál megfogalmazni az embereknek? Amit valójában nagyon nehéz elkerülni is, mert ugye ebben élünk szinte, tehát ezzel valamilyen szinten azonosulnunk is kell. De ahhoz, hogy ezt túléljük, ahhoz kell egy saját életvitelt felépíteni, amiben levegőhöz tudunk jutni, és ugyanakkor nagyon sok boldog pillanatot is tudunk szerezni, nem csak magunknak, hanem a környezetünknek is. Mert itt eszembe jut például ez is, hogy a csoda. Ugye Márai, nem szavaival élve, hogy karácsonykor minden ember vágyik a csodára, és az ünnepek, maga az adventi időszak is valójában azt sugallja, mert nem lehet csodák nélkül élni. És ez meg csak rajtunk múlik, hogy mit könyvelünk el csodának. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, nagyon szívesen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is.